Kihalt pécsi utcák, terek, ezeket mutatja be a Horror Stories of Pécs független amatőrfilmes társulat. A közel 3 perces kisfilm a koronavírus miatt bevezetett kijárási korlátozások hatásait szemlélteti. Az alkotás egy délután alatt készült el. Annak ellenére, hogy a videóban nem szerepelnek emberek és kevesen járják az utcákat, kihívást jelentett a felvételek elkészítése, hiszen soha nem teljesen üres a város, mondja a társulat alapítója. Németh József szerint ilyenné kellene tenni a jelenünket, hogy minél jobban csökkentsük a veszélyforrást a járvány idején. Sajnos adott a témája neki, és mivel így az elmúlt években való munkánkkal sikerült egy pár ezres követő táborra szert tennünk, így kötelességünknek éreztük a kialakult helyzet miatt, hogy készítsünk egy ilyen úgymond figyelemfelkeltő videót is nekik, és persze mindenkinek, aki megnézi azt. Ezt a felvételt pedig már Százados Ábel készítette. A fiatal pécsi filmes ezzel az alkotásával 2 díjat is nyert 2019 májusában a Cannes-i filmfesztiválon. A közeljövőben a Horror Stories of Pécs tagjai és Ábel egy közös produkciót szeretnének leforgatni és bemutatni. Nekem is új, mert én mindig csak ilyen home productions dolgokat csináltam, így a haverokkal, meg a rokonokkal. Egy jó esélyre, hogy megmutassam én is, meg mindenki, hogy igazából profi tanulás vagy tudás nélkül is igazából lehet jót csinálni. Azt, hogy milyen filmet készítenek, még nem árulták el. A filmesek szeretnék, ha a téma és a cselekmény is meglepetés lenne. Annyi biztos, hogy maradandót szeretnének alkotni, mondták.